Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma reggel is megnézzük a piacokat, ezt megelőzően mindenképpen olvassátok el a kockáti nyilatkozatot. Olvashatjátok, hogy 81%-a a 81 tőzsdézőknek pénzt veszít. Ez akár lehet több is, hogyha ilyen a piac. Tegnap egyébként egy elég szép fordulatot lehetett látni. Nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, hogy tegnap Robi azt mondta, hogy szerinte le fog jönni a Dow Jones, azt hiszem, arra mondta, és ott kialakulott végén az a komoly egy egy fordított vál, és utána mehetünk fölfele. Elég jól eltalálta. Ami a lényeg, hogy tegnap volt egy számomra nagyon pozitív fordulat, reméljük kitart a lelkesedés következő napokban, hetekben is, de azért vigyázzatok, mert a tőzsde az egy két irányú történet. Egyelőre. Robit is itt köszöntöm, nem tudom, hogy hallotta e hogy kapott egy dicséretet. Folytatjuk a csárton. Hát tegnap, aki a fordított válfejválas történetbe hitt a Dojons kapcsán, vagy a Nasdaq kapcsán, annak igaza lett. Itt van a válfejvál, vál, ez a Nasdaq. Majd mindegyiken megmutatom, de először kezdjük az euró-dollárra. Az euró-dollár piacán szerencsére, először csak ugye megközelítettük, aztán átvittük a paritást. Most egy ellenállás környékén vagyunk. Mondtam nektek, hogy nap elején nem biztos, hogy fogok kereskedni ezen a demószemlen, megvártam én is a híreket, meg a délutánt, szerencsére az amerikai tőzsdenyítás környékén, meg picit még előtte elkezdtem kereskedni ezen a demo és nagyjából jól sikerült. Még itt az euró dollár belépő. Hát itt lehet mondani azt is, hogy duplaj, lehet erre a nagyra azt mondani, hogy egy torz válfej hogy látja. Megnézzük kisebb idősíkon. Itt is van egy picike duplaj, egy fontos ellenállási szintet áttörtünk, kitörés visszateszt, majd elindultunk szépen fölfele. Ez is mondható m 5 duplajnak, ez a pozíció itt lett bekötve, és szerencsére ez egy jó döntés volt. Magasabb idősikokon azt lehetett látni, most mondjuk pont ez a támasz lehet, hogy el fog esni. talán lehet jó belépő talán az euró-dollár piacán, és itt még ezt egy 10-20 pontos stoppal is meg lehetett volna lőni elég szépen, vagy ebbe a duplajba is be lehetett volna vásárolni. Megnézzük a magasabb idősíkokat. Hát ez az ellenállási szint az egy kérdőjel. Ha ezt egyszer átvisszük, mi nem biztos, hogy mostanában megtörténik, de akkor jöhetünk följebb ezen szintekre, amiket mutatok itt a fehér Egy Egyőre most még azért kivárnék, akik a szinteket kereskedik le, azok várjanak egy picikét, lefele pedig a támaszokat itt látjátok nagyságrendileg, de ez nem minősül befektetési tanácsnak. Az a kérdés, hogy a nagy esőtrend fordulatát látjuk-e vagy nem, ugye itt van egy napi dupla aj, most vagyunk a nyakvonal környékén, itt az is lehet, hogy a nyakvonal környékére most nagyon sokan beködnek longot és elkezdünk szakadni, de az is lehet, hogy ezt a nagy ferde vonalat majd átvisszük a napokban, a jövő héten, vagy egyszer, és akkor megfordulna ez az első ötrend az euró-dollár napi piacán. De azért még távol vagyunk, de legyen szerencsénk. Ha a Ferde vonalat nem így húzzátok, hanem így, akkor látható, hogy ez még azért odébb is lehet. A heti csárton így néz ki a történet. Ki tudja, hogy mi történt tegnap az Európai Központi Banknál? chat várom a válaszokat. Ha már deviza, akkor megnézzük gyorsan a GBP USD-t is. hasonló a történet. Aki m 15 en akart egy jó belépőt találni. Itt volt egy dupla aj. Hát ugye most már az ellenállási szint egy az egyre itt van, kettő itt van. Aki jó időben trédelt tegnap, az nyerhetett. Ezzel a devizapárral is. Kérdés a következő, hogy a H1-es idősíkon már fordulatot látunk-e, vagy nem. Ez itt a H4-es idősík. Ide húzok egy ferderezkedő vonalat. Ezt úgy tűnik, hogy talán átvittük. Napi idősík. Jelenleg itt tartunk. Óvatosan az erre kereskedéssel, de ha valaki mondjuk ilyen skalpos beállítottságú vagy daytrader, akkor akár már ma is volt belépő, egy sima árbóc, lobogó zászló alakzat, nem egyen, ami előleg hozta is a célárát. Ezeket is érdemes lesz figyelni. A USD, itt is volt long belépő. Kérdés az, hogy a dollár most átmenetileg gyengült egy picikét, vagy esetleg majd látni fogunk egy olyat, hogy tartósan elkezd gyengülni. Ezt ugye senki nem tudja megmondani, a Fed a kamatemelések, az LKB, meg majd a makrokörnyezet, meg egyebek eldönti. Minden esetre, akik ezekkel a devizákkal long irányba kereskedtek, azok akár profitálhattak is. Nézzünk egy másik típusú devizapárt, ami ilyen kapcsolatos eurójépéi H4-es csárt. Ugye itt volt egy trendvonal áttörés, tehát a trendvonal áttörés fölött, aki long pozíciókat keresett mondjuk kisebb idősíkon, az vagy ezt a counter törést, ha megfogta jól járt, vagy ha ebbe a falsta törésbe belevet még régebben, ugye pár napja, de ami a lényeg, akár tegnapi napon is, amikor eléggé a hangulat volt, lehetett volna itt jókat kötögetni, Hát ugye tegnap a délután, aki kivárta, és megmerte a gombot, ugye ahogy Robi mondta, az bizony akár nyerhetett is. Nézzünk részvényeket, hogy mi történt a részvénypiacon, mert mindjárt az indexeket. Itt az Apple csártya. Itt volt egy duplaj. Még nem, győzik meg, meg, még nem tűnik meggyőzőnek az emelkedés, de lehet, hogy ez egy fals letörés volt emlőtön. M15-ön hasonló a kép, nyilván be lehet húzni ide egy esőtrendvonalat, M30, hasonló, H1. Aki majd részvényvásárláson töri a fejét, az ezeket a trendvonalakat húzogassa be, visszamegyünk kisebb idősíkra és nézzünk más részvényeket is. Mindjárt mutatok egy USDP-t gyorsan. Kérdés, honnan van pozíciód, illetve hol van a stoppod? Napi charton volt egy hatalmas emelkedés. Fordulunk egy picit lefele. h 4 van itt egy dupla top. Akinek sortja van, az imádkozom azért, hogy a nyakvonal fölé ne kerüljünk föl újra. mert akkor a dupla top elmaradhat. A sortosoknak valószínűleg vagy itt vagy itt van a stopja. Akik pedig long pozícióban vannak, azok a hosszú távú traderek valószínűleg itt vagy a gyertya aljakon stoppolnak. H1. Egyelőre úgy tűnik, hogy az emelkedés pillanatnyilag kifulladóban van kérdés, hogy eddig a trend még lejövünk-e vagy sem. Ebben nem tudok állást foglalni. De mindjárt megnézzünk m 5 egy belépőket. Esetleg itt lehetett volna a long pozíciót fölvenni. Egy szigorúan itt a stoppal. De aki ezt a sima szinteles és short pozíció bekötötte, az jól járt. Vagy aki ezt a dupla topot kötötte, itt van egy picike dupla aj. Azt azért figyeljétek, hogy rengeteget emelkedett ez a devizapár. Tehát most lehet, ide egy kis korrekciónak lefele. hogy nem tudom az árat, hogy hol vetted. Anélkül most nem tudom, hogy még mit mondjak. Megyünk át egy pillanatra a részvénypiacra. Erről a hogy mindjárt nézzük a Brentet is. Tehát itt nézzünk egy európait, ezt meg szoktam mutogatni nektek. Deutsche Bank. Európai központi bankról senki nem írt a cset Itt volt egy gyönyörű szél duplaj, kitörés, visszateszt, és elindultunk fölfele. Nem 15 ös csárt. Ez H1-en így néz ki. Napokkal korábban én már nézegettem a Deutsche Bankot, talán veletek közösen itt a webináriumon. Itt ugye az a kérdés, hogy a nagy eső trendel mi lesz itt, illetve az a kérdés, akinek van ilyen részvény, ahol teszi a stoppot. Hosszú távon nézve ígéretesnek tűnik, de természetesen bármikor jöhet olyan fordulat, akár Ukrajnában, vagy a világgazdaságban, hogy tovább folytatódhat a medvepiac, sőt, egyes elemzők nagyon pessimista módon, sőt, nem csak elemzők, hanem gazdag emberek is 5-10-15-20 vagy akár nagyobb százalékú esést is előrevetítenek S&P-ben meg egyebekben. Per pillanat még nem ez látszik, de ugye napról napra fordult a helyzet. Nézzünk mondjuk egy Amazon-t. Kisebb idősikor, mint tegnap, mi történt a részvényel egyelőre picikét így megindulgatott erről a szintről fölfele. Még mindig várnék egy esetleg egy olyan trendvonal törést, mint ami talán ez lesz. Ha ezt nem törjük át, vagy csak fals letörés lesz, akkor egy lefelé tartó trendcsatornában fogunk mozogni. Akinek ilyen részvénye van, az valószínűleg itt elhelyez toppokat, vagy itt hogy ugye van, aki csak tartja évekig. Nézzük, hogy tegnap megindult a -e például a Coinbase annak hatására. Az én általam nem favorizált termékek közül a Bitcoin meg egyebek beindultak, bár az Ethereum azt kedvelem. Itt volt egy trend a törés. És én azt gondolom, hogy ez most nem volt rossz dolog attól, aki ilyet vett de ha megnézzük a magasabb idősíkokat, itt is azt mondanám, hogy a parciális zárás indokolt, mert ez egy nagyon durva eső trend. Tehát aki mondjuk megvette az adott részvényt, és vagy már nullában hozva a stopja, vagy már a 3 4 két kidobta, az már nem izgul. Én spekulatív részvénynek tartom jelen helyzetben ezt. Nézzünk egy pillanatra egy delt. Alul talán alakul ki a dupla H4-en, az itt a H1, kicsit rossz helyen van a vonal. Megnézzük, hogy m 5 ez hogy nézett volna ki tegnap. Aki ugye az amerikai tőzsde Hát ez nem volt semmi extra. De ez figyelendő, mert volt ott olyan alakzat, ami optimizmusra adhat okot, de természetesen bármikor lehet hatalmas korrekció, mint ahogy mondtam. Facebook, Sokan közöltek figyelik ezt a részvényt. Ha egyszer megindul, biztos jó lesz. Talán a támasz szinttől sikerült picikét elrugaszkodni. Megnézzük, hogy m mi a helyzet. Ugye az a kérdés, hogy aki itt erre a trendvonalatörésre vásárolt, az most hosszú távon jól óra tette vagy sem mindig azt szoktam mondani, hogy ha itt valaki szerencsével tudott vásárolni, és részarással el tudta adni egy részét, akkor ott már biztonságosabb lehet a pozíció. Rövid idősikon nézzük meg a Google-t. Itt volt ugye egy duplaj. Ezeknél a részvényeknél azt kell figyelni, hogy a hosszabb távú Első trendet mikor lépik át, vagy egyáltalán átlépik. Mert ugye mondottam, hogy sokan nagyon komoly korrekciót várnak. Nézzünk meg egy bankszektor részvényt. Itt volt egy szép duplaj, most éppen egy duplacsúcs vagy egy zászló van kialakulóban. Én erre szoktam azt mondani, hogy a részvények keresgélése helyett, talán indexekkel könnyebb kereskedni. És látjátok, ezek azért nem voltak olyan nagyon jó belépők. Olyan teljesít, teljesít egy nagyon stabil osztalékot fizető cég jelen helyzetben. Ez egyelőre egy jó oldalazás. A kérdés az az, hogy ez az első trend volna, vajon megtörik-e egyszer, vagy ez. De aki egy picit aktívabb kereskedésre vágyik, az szerintem próbálkozzon az indexekkel. Nézzünk egy Microsoftot, a helyzet ugyanaz. Tehát mutattam itt jó pár részvényt, és pont azt akartam kiemelni, hogy például, hogyha valaki megnéz egy nazdakot ez történt tegnap. És ugye ma. Tehát aki mondjuk itt egy meredek trendon a törésbe belevett, vagy picikét korábban, ezen a ponton, ugye itt megnézzük, hogy hány óra volt. Nyitott az amerikai tősda, 16:36 az a ciprusi idő, ha jól tudom. Tehát itt egy órával korábbi időpontot nézzetek, tehát fél négy környékén, ugye Amerika itt vagy itt belelépsz, vagy egy picit kivársz, kitörés visszatesztre, aki a vízszintes trendvonal töréseket akarja lekereskedni, kitörés visszateszt, és ugye, hogyha ezt megnézzük magasabb idősíkon, mondjuk H4-en, majd mindjárt, akkor látni fogjátok, hogy volt arra jel. Szerintem Robi ezt mondta is. Aki a fertetlen törésekben bízik, itt is volt egy tökéletes belépő, aki ezt egy picike torz duplajnak látja, ezt itt, annak is volt jó belépője. nagyjából én azt gondolom, hogy a nazdakot azt el lehetett volna találni. Talán ez egy fordított válfejvál is lehet. Nézzük M30-on, hogy jobban látszódik-e, És amikor reggel volt a webinárium, akkor Robi azt mondta, nem biztos hogy azdak lehet, hogy a nem emlékszem rá, a valamik indexre, hogy szép magasan voltunk, szóval utána arra számított, hogy leszúrunk, és esetleg kialakult egy fordított válfejvál. Megnézzük ezt a Dow Johnson is. A Dow Jones esetében ez itt a vál, ez itt a fej, ez itt a másik vál és mint érdekesség, a vál vonaláig, hát ezt a kanócot ezt nem teljesítettük, de a vál vonaláig tökéletesen leszúrt a piac, és ezt itt megnézitek, ez a belépő kb. ugyanolyan időben volt kötve, mint a Nasdaq. Szerencsé is kellett hozzá, de aki mondjuk nem a szerencsében bízik, hanem trendvonatörést megverje, tőzsdenyításkor elég nehéz kereskedni, Tudom, hogy Robinak hogy sikerült a tegnapi dözsdenyítás, hogy azért elég csapkodós volt. Vagy itt is beletett volna lépni, vagy még jó néhány fertőtrend van, azt lehet ide húzni. De aki lecsúszott erről, és szerencsével megvárta azt, hogy ismét visszajöttünk, az ide húzott volna egy vonalat, és amikor ezt átviszi a piac, megnyomja a vételgombot. Vagy ennél a duplajnál, és kényelmesen látható, hogy megyünk fölfele aki a tegnapi beszállóról lecsúszott. Nem mondom, hogy ma folytatódni fog a dolog, de remélem, hogy igen. Erre a trendvonalra figyeljen, és a zöld vonalka alá már nem kéne engedni a csártot leesni, tehát hát már távol vagyunk a jó belépőtől, de hát ez van. megígértem nektek, picit csapkodok, hogy beszélünk a Brentről, de a Brent előtt megmutatom az Exxon-t. Itt így néz ki a csárt, hosszú nézve ez egy tök jó részvény. Tegnap nem csinált olyan nagyon sok mindent, de ettől függetlenül aki idehúzott egy vonalat, annak már lehet, hogy volt Exxon részvénye. De a tegnapi teljesítmény nem volt olyan extra. Viszont az olajnál, ugye tegnap beszéltünk arról, hogy Elképzelhető, hogy lehetnek jó dolgok. H1 idősik, dupla alj. Én szeretném, hogyha az olaj lefele menne, azért mert akkor olcsóbb lesz az élet valamennyire. Hosszú távon nézve, ez nem kívánság műsor. A kérdés a következő, hogy megtalálta-e az olaj itt az aját, vagy sem. vagy folytatódik-e az eső lejtmenet. Jó lenne, ha folytatódna, de nem azért, mert trédelek olajban, nem trédelek benne, hanem már mondtam, hogy miért. Nézzük az aranyat. Heti csárton kezd kialakulni egy duplaj egy támasz szinten. Napi csárton itt vagyunk, és nézzük a kisebb idősikokat, például H1. Itt az a helyzet, itt is volt egy picike duplajszerű belépő, M15. Nézzük a tegnapi napot. Aki ebbe a duplajba bevásárolt, vagy ebbe is már részárta az bizony jól járhatott. Ebből is látszódik, hogy a hírek tőzsdenyítások környékén, hogyha elindul valami például lefele, mint tegnap, és utána a fordulatba, az aljon, aljat követő fordulatba belevesztek, akkor az nem olyan rossz dolog. Persze ez úgy is el sülni, hogy beleveszünk, és aztán tovább szakad. A tegnap nagyon jó megérzése volt Robinak ezzel a kapcsolatban, és remélem, hogy bele is vett. Aztán... Most egy pillanatra megnézzük az M1-es dót. Ez itt lehetne egy válfejvál, is maradhat, ha ezt a vonalat visszük. Itt még nem látok pozíció nyitásra okot. Elnézést, hogy csapkodok, ez itt az euróforint. Itt egyelőre, akik sortoltak, mert nagyon-nagyon régóta, hetek óta, talán egy-két hónapja, 4-10 valamennyi óta mondogatom itt a sort az irány többször. De voltak jó long belépők is természetesen, akár ha tegnapot nézzük, ugye itt is volt mozgás. Itt volt egy dupla aj, longosok kedvéért, és aki ebbe bevásárolt, és itt valahol már parciálisan zárta, az jól járt. De jelzem nekik, hogy ha ez itt megtört, akkor benne van a pakli, ide is lejöhetünk, vagy akár ez alá, de ez nem befektetési tanács figyeljetek az Európai Unió és Magyarország közti dolgokat, a magyar jegybanki tevékenységet, az eurodollár árfolyamát, és akkor meglátjuk, mi lesz eurodollár, mert egyébként most van egy dupla csúcs, tehát nem bánom, hogy ott részt zártam, nem 15 -en. de m hogyha ez egy fals letörés lenne ott alul, és ezt átvinnénk, akkor azok a détőrök, akik longot akarnak hitogatni, majd találnak belépő pontokat. De óvatosan, tegnap voltak a jó belépők. Nagyon sajnálom, hogy tegnap nem volt délutáni webinárium például. Na, kicsit menjünk át a NASDAQ-ra. Itt is az majd hogy válfej, vál van. Nem egyen. Kérdés a következő. Ez a vonalka fog itt megtörni, vagy ez? Magasabb idősikra kitekintve látjátok, hogy itt volt a fordított válfej, vál. Gyakorlatilag most teljesen mindenki Nasdaq, Do vagy DAX. Most azt fogom csinálni, hogy ezt itt lefelezem. Ki az, aki tudja, hogy va, ma van-e valami fontos hír, vagy nincs? Hát ebbe itt vettem bele, nem a legjobb helyszín, de nyilván a legjobb helyszín nincs. Ugyanaz volt a történet lényege, ez mondjuk már a második lehetőség volt itt a bevásárlásra, hogy ez volt a tűzsdénytás környéke. Utána pedig szerencsére ide visszajöttünk. Az ilyen napokat én nagyon-nagyon kedvelem. És akkor megnézzük még a nyitott pozíciókat. Ebből a nasdaq is lezárunk egy 0-10-est. Tegnap szerencsém volt, és annak örülök, hogy Robi megérzésére is hallgattam, és a sajátomra is egy picit, hogy várni-várni a tőzsdenyításig, illetve megvárni a híreket, és hírekel nem gondolkodni. Tehát ha lehetett volna gondolkodni, aki mert volna sortolni, az nagyon-nagyon merész. Én azért nem vagyok annyira merész, de itt volt egy tök jó belépő másik se volt annyira rossz, és ez emeljen így nézett ki. Picit korán léptem be, látjátok, de ebbe kellett volna ide lépni, és utána meg rengeteg lehetőség volt az újra tervezéshez, például ez itt, vagy ez. Ha megnézzük a Brentem egyet, csak kíváncsiságból, volt egyszer egy ilyen lehetőség. picike long pozícióra. Aztán jött a délutáni történet. Itt volt egy emelkedő trend figyeljétek. Az alatt volt egy fals letörés, és aki ezt megvette, az 1-2 dollárt foghatott a Brenten, és ez a trend amikor megtört, volt egy picike short lehetőség is, és utána megint volt a trend a törés. Tehát aki olajjal most nem úgy trédel, hogy hosszú távon éppen 150-re várja, vagy 50-re, most mondtam két hülyeséget, az akár ezen is kereshet pénzt. És az euró dollár is megcsinálta a Robi által felvázolt onat Úgyhogy ez teljesen jó volt. Mit akartam mondani? Európai Központi Bankról valaki pöttyögjön már be valamit, aki szeretne Google-ben híreket keresni, vagy bármit. egyelőre itt vagyunk. Jövő lesz minden nap reggeli. Ha tetszik nektek. Akár ezt is csináltunk, hogy más-más termékeket szintekkel, szintekkel megjelölünk. Ja, még akartam mutatni nektek egy fontos dolgot. Azok kedvéért, akik a tegnap itt néztek, tegnap amikor váltogatom a pessimista, optimista dolgokat, azért tegnap próbáltam optimista lenni, viszont pessimista voltam a bitcoinnal kapcsolatban és itt azt hozzá kell tenni, hogy akinek volt bátorsága bitcoint venni, az nyerhetett egy csomó pénzt, de mondok egy példát, aki mondjuk vett egy bitcoint, mutatok egy tegnapi belépőt, azért szóval egy bitcoin az elég drága, vagy akár ma vette meg, mindegy. Az már egy ezres nyeretet volna vele, ami nagyon jó pénz. És akkor nézzünk egy tegnapi jó belépőt. Mondjuk ez itt, vagy a 16.30 utáni történetet, mondjuk itt. Aki bevásárolt a 19200 annak lenne több mint 1000 dollár profitja. Egy lot esetén, nyilván egy, egy lotot kevesen mernek venni ilyen volatilis környezetben vagy ha megnézzük azokat, hogy 0 10 vettem, a daxodót stb. Eurodollár dollár otokkal, és nézzétek, hogy azért lebeg. Ez is van egy lot összességében, de ezt egy picikét stabilabbnak érzem, de lehet, hogy tévedek egyszer, lehet, hogy lesz olyan hogy tőzsdék lefele szárnyalnak, vagy lefele szakadnak bitcoin meg fölfele, de hozzátartozik a képhez, hogy bitcoin egyelőre úgy tűnik, hogy fordult. közülük, nekem nem azt mondom, hogy a kedvencem az Ethereum, de azzal, amikor mondjuk demószámlán Ethereum-on akkor azt azért kedvelem jobban, mert valahogy olyan hírek vannak körülötte általában, hogy könnyebben elhinni a longot. Megnézzük akkor az XRP-t is. Hát az a kérdés, hogy ezek a H4-es fordulatok vagy H1-es fordulatok, egyszer át ül nekem majd a napi csárta. Remélem azok kedvére, akik magasabbról vannak beragadva. Én továbbra sem érzem itt most annyira az irányt. Hát jövő héten is lesz sok-sok reggeli skalpolás, détréd piacigi tekintő egyebek, és remélem, hogy én annak örülnék, hogyha lenne köztetek olyan, aki mindig olvasná, hogy milyen hírek jönnek ma. Lenne köztetek egy olyan, mint mondjuk Robi, akinek vannak ötletei, aki szintén nem ad befektetési tanácsot, és chat is bárki beír bármit, én azt fel tudom olvasni. Kialakul egy olyan közösség, aki mondjuk ilyen aktív trader, nem kell minden nap kötni, meg skalpolni, meg létezni, pihenni kell sokat. Mint amikor annak idején voltak szemináriumok, akkor azért kialakultak Kereskedői közösségek, haverságok, barátságok, stb. A Dow Jonesnál egyelőre lefele mozdultunk el. Nézem a daxot, DAX ot még nem is néztünk. De ez van. Én ezt a kis korrekciót most megveszem, vagy tévedek, vagy nem. Ugye az a kérdés, hogy ez a támasz szinte most vagyunk ez elesik-e vagy nem. Ha elesik, akkor a W aljáig le fogunk jönni. De a nyakon alig elképzelhető, hogy mindenképpen. Pillanatra kitekintünk a nozdakra. Ugye ott is a fejválasz kialakult. Most ez egy pár pontos lefele, egy 20 pont lett volna, egy egységgel az 20 dollár, 0,3-mal 5-6 dollár egy reggeli ára. Ez nagyjából így néz ki. Megnézzük gyorsan az euró dollárt, hogy ott mi történik. Egyelőre semmi. Vissza Dow Jones. Itt ugye az a helyzet, hogy ez a válfejvár, ha elmaradna, akkor ezen nyakon alatt, nem pontos nyakvonal, kialakulhat egy falstetörés letörés, és megindultunk fölfele. Ha viszont nem, akkor jöhetünk a különböző szintekre. Most nem vonalkázom, vagy csak a kereszttel mutatom. Hoppá, már ha ügyes lennék, mutatnám vagy most tanálba fordulunk, vagy jövünk ide vagy még lejjebb, vagy ha ezt átvisszük, akkor akár a fejtető is lehet, de erre most ne kereskedjetek, azt csak azért mondtam, hogy az igazi jó belépő tegnap délután lett volna, azért is lesz jó reggelit nézni, lesz egy csomó olyan alkalom, amikor tévedünk, persze nem befektetési tanács, de ha egyszer kétszer jó meglátásai vannak, bárkinek, aki itt van, Többiek is vagy profitálnak vele, vagy kihagyják azt a kereskedési napot, vagy olyan ötletek merülnek fel, például valaki megkeres az USD-t, vagy éppen az aranyat, akkor abból is lehet mindenféle dolgokat leszűrni. Nézzük az aranyat, hogy tegnap például, aki azt csinálta volna, hogy megvárja a tőzsdenyítást. Itt ugye lehet, hogy ebbe a duplajba belevesz és megszívja. Viszont, hogyha azt ide behúzza ezt a vonalkát, és kialakul egy fals letörés, akkor lehet, hogy itt újra belevesz, ahol lehet, hogy még ismét kirázzák, de ha nem, akkor ebben tud részt venni mind étréder. Ez nem olyan rossz. Vagy, itt, ha jobban húzom ezt a vonalat, itt is be lehetett volna szállni. Ez ugye már esti történet. És nem az arany volt a legjobb tegnap. Tehát aki tegnap mondjuk azt mondta volna, hogy talán itt volt a reggeli dolog, jó volt egy dupla, és utána akkor azt mondtuk, hogy leszúrtunk, itt kialakult egy picike fals letörés, de azt mondta Robi, hogy ebből lett egy fordított válfejvál, és az is lett, ideig szúrtunk le, aki ezt ki tudta várni, vagy megsortolta, az egy csomó pénzt nyert, valamint az euró emlékeim szerint, azt mondta, hogy az 1.0080 meg lehet, ami annak a felismerése volt, hogy itt van egy szint, kb meg még más dolog is benne van a pakliban, és tökéletesen igaza lett. És én azt gondolom, hogy közöttek egyre többen, jó helyre fogjátok rajzolni a vonalakat, sőt szerintem sokan már most jobban rajzolják, mint én. És én azért örülök ennek a reggeli dolognak, mert ebből mindenki profitálhat. Tehát, aki most ezt bekötötte, az nem profitál, de most mindegy és a helyzet kedvéért most az egyik Dow Jones-t lezárom. Hétvége van, a daxot azt mindjárt kiütik. És az euróból még dobok egy keveset. Remélem jön lejjebb, és remélem lesznek belépők. Tehát senki nem nézte meg, hogy lesz a hír, vagy nem? A tegnapi LKB-s dolog. Valaki írja be, aki szorgalmas szemináriumon gondolkodok-e vagy nem. Hát ha azt mondják, hogy legyen, akkor én meg tudom csinálni bárhol. Az a kérdés, hogy van-e akkor a érdeklődés, hogy Budapesten, Debrecenben, Szegeden, bárhol, Győrben, hadd ne soroljam az összes települést, amerre jártunk. Ki lenne erre nyitott? Reményeim szerint nem lesz Covid korlátozás, meg ilyesmi. Megkérdezem, de ha lesz is ilyen, akkor valószínűleg nem ebben a hónapban, ami egy vagy kettő hónap összezervezésre van szükség. Ma nincs semmi, és akkor mi volt tegnap az LKB? Valaki mondja meg. Azt mondja Józsi, hogy DAX 11.30 körül nézzetek rá. Ami a lényeg, jövő héten már hétfő reggel tudjátok, hogy pontosan milyen makroirek jönnek ki, és a piros betűseknél jelöljétek meg a naptárakból, vagy akkor nem kell trédelni. Viszont ha akkor vannak komoly beszakadások, vagy komoly kilövések, akkor utána lehet, hogy az ellenkező irányt meg lehet kötni, vagy ha egy trendvonaltatást elcsíptek, de nem a hírkereskedés a javaslat, hanem azt mondjuk, hogy jövő héten közösen csártokat nézegetni, mert az a lehetséges szinteket naponta 5-6-7 csárton, a ti javaslatotokra, és megnézzük, hogy abból mi lehet. És ezt első körben, akik kötögetik, azt demóban tegyék, ne élőben, vagy aki élőben teszi, bármilyen broker van, az a saját felelősségre teljes saját kockát el. ez egyik sem tanács, csak lehetséges forgatókönyvek, otttal stoppokkal mindig. És ha mondjuk gondoljatok bele, hogyha a tegnapi Dow Jones emelkedésből csak egy 50-100 pontot elcsíptek, vagy legyen az Nasdaq vagy DAX, az nagyon szép és jó, és itt a multi time frame analizis segítségével Robi terébe találta a dolgokat, és közvetek jó néhány vannak, vannak olyanok itt is a közül, akiknek elég jó csártelemzőkészség van. Ha ebből kialakulna egy olyan, hogy itt egyszerre lennénk 100 150 reggel, mint ahogy be vagytok regisztrálni, szerintem 160-170-en is, akkor az tök jó lenne. Nyilván mindenki nem tud ilyen korán fölkelni, vagy dolgozik, mindjárt ki is teszem YouTube-ra. Úgyhogy ennyi mára. Sziasztok!